Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendhagyó sajtótájékoztatón, a járványhelyzet miatt sajnos most csak ilyet lehet. Szóval továbbra is azt gondolom, hogy a járványhelyzet ideje nem alkalmas arra, hogy durva politikai vitákat folytassunk, mert most összefogásra lenne szükség. De azt látom, hogy sok más ellenzéki képviselő mellett nem így gondolja ezt Pikó András, a 8. kerület ACV polgármestere, ugyanis az elmúlt időszakban egy olyan hamis kampányt kezdett el, amelyre már kénytelen vagyok reagálni. Egy lejárató kampányt folytat, és a 8. kerület 1 milliárd forintos kormányzati támogatásával kapcsolatban csúsztat, hergeli az embereket, de ami ennél is érdekesebb, elhallgat néhány tényt, hozzáteszem, hogy nem véletlenül. De miről is van szó? Kezdjük talán azzal, hogy a járvány magyarországi megjelenése után a magyar kormány villámgyorsan cselekedett és létrehozta a járvány elleni védekezési alapot, ezzel megteremtve az egészségügyi védekezés feltételeit, majd a gazdasági alapot is, amely a munkahelyeket és a gazdaságot védi, hiszen a negatív hatások nem csak Magyarországon, de világszerte is megjósolhatatlanok. Hozzáteszem, hogy a közös teherviselésben a multiknak, a pénzügyi szektornak, a pártoknak és az önkormányzatoknak is részt kellett venniük. 95%-át a kiadásoknak a kormány a saját költségvetéséből fedezi, és körülbelül 5%-ot pedig a többiek. Ebből következik, hogy a kormány a fel nem használt önkormányzati támogatásokat átcsoportosította a járvány elleni védekezési alapba. Ezt követően Pikó András elsősorban engem, másodszorban a kormányt kezdett el okolni, és mindjárt ugyan nem fontos, de egy valótlanságot állított, amikor elvonásról beszélt. Sőt, Pikó András helyi propaganda lapja, a Józsefváros Újság még odáig is elmerészkedett egy kérdésben, hogy be kell fizetnie a 8. kerületnek 1 milliárd forintot. Ez természetesen nem igaz. Semmilyen 1 milliárd forintot nem kell befizetnie a 8. kerületnek sehova. Ez a pénz soha nem volt a kerületnél. Úgy pontos a megfogalmazás, hogy a kormány jelen helyzetben most nem tudja biztosítani a fel nem használt támogatásokat. Ennek én nyilván nem örülök, hiszen ezt a pénzt én lobbiztam ki még egy évvel ezelőtt Sára Botont programjaira, de azt belátom és egyetértek vele, hogy most az emberi életek védelme és az emberek egészsége a legfontosabb, és a járvány elleni védekezésre kell a legtöbb erőnket és energiánkat fordítanunk. És talán az egész történetben nem is annyira Pikó András szavai ütötték meg a fülemet, hanem a fel nem használt kifejezés. Ugyanis a kormány a fel nem használt támogatásokat vonta vissza. Éppen ezért a belügyminisztériumhoz fordultam egy levélben, hogy megtudjam, mi is történt pontosan, és hogyan kell ezt érteni. Megérkezett a belügyminisztérium hivatalos válasza, és tudják, hogy mi derül ki belőle? Az, hogy Pikó András sem februárban, sem márciusban, még a járvány előtt nem hívta le a kormánytól azt a pénzt, pedig megtehette volna. Hogyha Pikó András a polgármesteri munkáját végezné, és nem folyamatosan a saját ajnározásával vagy az én gyalázásommal tölteni az időt, akkor ez a pénz már visszavonhatatlanul a kerületnél lehetne, hiszen ő tavaly július óta tudott erről, sőt a kampányban bizonyos részei miatt még támadta is Sára Botondot, majd a megválasztása után az új polgármester egyetlen egy lépést nem tett, hogy előkészítse a szükséges döntéseket, meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek egy ilyen pénz lehívásához feltétel nélkül kellenek, de még csak segítséget sem kérte ez a folyamathoz. A kerület idei évi költségvetésében bele se írta, pedig megtehette volna, és márciusban sem, és februárban sem ment el a kormányhoz a pénzért, pedig akkor még rendelkezésre állt. Erre pedig semmilyen magyarázat nincsen. Más települések le tudták hívni, Pikó András erre képtelen volt. Áprilisban ő már tudott mindenről, majd azt a kiutat választotta ebből a helyzetből, hogy elkezdett másokat hibáztatni, az áldozat pedig természetesen ő maga. Röviden tehát a történet annyi, hogy én kilobbiztam ezt a pénzt, megkaptuk, Pikó András pedig elkótyavetyélte, és most még ő van felháborodva. A kerületi hatalmát meg a helyi sajtót felhasználva pedig folyamatosan támad, holott semmi más nem derült ki, csak az, hogy nagy rá a polgármesteri kabát. Pikó saját alkalmatlanságát és a sorozatos mulasztásait akarja leplezni az állandó kocsismátézással, és azt, hogy egy balfácának képtelen a kerületet sikeresen vezetni, még egy megszerzett támogatást sem tudott lehívni a kormánytól. Ez egy kommunikációs trükk nyilvánvalóan, de kommunikációs trükkökkel nem lehet egy önkormányzatot vezetni. Ennek ellenére ez a szokásos recept a baloldalon, Karácsony Gergely esetében ugyanezt láttuk a Pesti úti idősek otthonánál. Felelősséget nem viselnek, de mindig mást okolnak.
Pikó András nyilván most is ezt fogja tenni, éppen ezért a héten még további tényeket és dokumentumokat is megosztunk önökkel. Köszönöm a figyelmüket!